A világ változik, az igazi érték örök. A Takarékpont hálózat jó szórakozást kíván a filmhez. Menjél már. Hello. Jöjjenek utánam. Mennyi időt töltöttek az Egyesült Államokban? 4 évet. Aztán fél év Manchester. Manchester. Voltak meccsen is? Hogyne. Ott laktunk a pálya mellett. Nem valami nagy szám ez a mai Manchester. Mi? Honvéd, lemosná őket. Hajrá, Honvéd! Hajrá, Honvéd! Mennyi ideig szándékoznak maradni? Huzamosabb ideig. Konkrétabban? 20-30 év minimum. Megmondanál nekem, hogy miért óhajtanak haza települni? Honvéd miatt. Jobb a faci. Le lett levelezve a minisztériumban. Ja.
Az majd mindjárt kiderül. Igen. Van, 2 forint lesz. 62. Maga kicsoda. Balogh vagyok, a társbérlő. Reggel 5-től 5:30-ig. Enyém a fürdőszoba. 2-ig a konyha. 8 után minden a maguké. Mindenkit ezen egy egyedi tavaszi napon. Kicsit lehet közelebb jönni, ne féljenek, nem harapok. Nagy volt már, René. Jól szólt a cucc? Baromira. Nagyobb volt a tos. Vihetjük a gitárodat, René! Ezt valaki nem? Nem? Minden feltétel adott, hogy kiválóan érezzük magunkat. Szia, baba! Jól nézel ki! Ugye, lányok? Tehát akkor! Következik a mai program zenés fellépő délután egyik csúcspontja, a 2-es számú gépjárműjavító házi zenekara, a nagyszerű Figaro együttes! Mutasd meg nekik, fiam! Na, menj már! Sok ország, hol csak szolgamódra túr, és hűr a dolgos ember változatlanul, ahol a rengeteg
kép ott áll, s nem a névnek szolgál, mert a pénz csupán az úr. Gyerek, egész jó ez az angél. Angel Land. Alkotmány ünnepen is számítok rá. Jó, jó, akkor meg fizetni is tetszik. Kaptatok bambit, nem? Ne? Kaptatok, vagy nem kaptatok? Kaptunk. Na. Köszönjük az üdítőit a Bigali elvtárs. Egészségetek! Kap el bambit a Bigali. Csipu, kérjél már ki egy dekorövidet, meg egy tárcasört. Hú, de vastag vagy, apám. És száll a dal majd, ó, csenyharasó. És száll a dal majd, ó, csenyharasó. És száll a dal majd, ó, cseny. Sose mondják happy, happy days. Ott sose mondják happy, happy days. Egészség. Egészség elne. Az meg ki? Nem tudom nem itteni. Sose láttam. Egy mangó vanília séket. Mi van, elfogyott? Csak ez van. Pedig rohadt ismerős. Szevasz, Csipu! Szevasz. Miki! Gyerekek, ez a Miki! Szevasz! Szia! Szevasz, Miki! Szevasz! Jó nézel ki, apám! Kösz! Beszorás! Vigyázz a sérumra! Nagyon jó, szevasz! Welcome to Hungary! Idd inkább ezt! Mi az? Whisky! Nem áll, igazi bor! Elvízes öngyújtó! Mutasd! Mazsola! Az a sunyogtatok! Kár, hogy nem előbb jöttél. Most játszottuk le, a holnap maradj ittet. Az mi? Az nagyon állat. Most tettük le a Luxiról, igaz, Roni? Várjál. Frank Sinatrát csak ismered. Azt is nyomtuk. Ki már senki nem hallgat Sinatrát. Igen? És akkor elmondod nekünk, hogy ki mit hallgatnak. Persze, jót, mondjuk Johnny Cash vagy Jerry Lee Lewis. Jerry Lee, imádom. Persze, élőben az igazi. Állj, te voltál Jerry Lee koncertben. Nem kell mindent beszopni, Jucika. Tavaly júniusban Kansas Cityben, tudod, ott turnézott Johnny Cash-sel, meg Carl Perkins-sel. Mi? Carl Perkins is láttad? Gyere! Perkins. Nem. Perkins. Perkins. Ugyan, mi volt Kansas Cityben? Kansasben? A legjobb dolog, ami valaha történhetett velem. Nagy buli volt. Buli. Az előzenekar után hirtelen kihunytak a fények. És egyszerre kigyulladt vagy ezer reflektor. És ott áll Jerry Lee a zongorán. Flitteres fehér nadrág, pálmafás zakó, a fején egy francia paróka, a lábán egy csillogó ezüst mokaszín, és azt mondta? Ne stokkold a viszkit. Bedugom az ujjam a forró punciba, és végighúzom a kezem az zongorán, hogy jobban csúszson a glisszandó. De durva. És akkor elindult Jerry Lee bal keze, aztán beszállt a jobb kéz. Finoman osztotta, és beindultak a lába. Kivillantak a térdek. Álljon, lássam a térdetek. Elfesszük, rendkívüli esemény. Rendőri intézkedés foganatosítása azonnali hatálya! Riadó, pazd meg! Köszöntjük a belügyminisztérium dolgozóit! Műlőleti területet! Maguk a gyorsanyag állású egység! Hát mi a fitfene vagy? Gyerünk már! Ők azok, akik még a munkaünnepén is belóztak! Mit a szoknyák 6 óránál? Az a tisztogassuk! Lányok, táncoltassátok meg őket! Let's go, babák! Mutassuk meg nekik, mi az az a igazi happy day! Oh,
én egész pörgős a majár is. Gyerünk bele! Kapus bele! Nézel ki? Megáztam. Nem is esett. Futózápor. A Tisza utcában? Honnan tudod? Kiköpött be, mi? Ez Magyarország, fiam. Mikor jegyzett már meg? Itt mindenki mindent lát és mindent hall. Így voltál kint az utcán? Hozok törülközőt. Nézd magadra, hogy mehetsz ki így? Ez szint tiszta provokáció. Szerintem meg csak egy hawaiing. Vegyülni kell, fiam. Elvegyülni. Hogy ne szúrjál szemet. Verémnek lenni a veremek között. Te meg úgy jársz köztük, mint egy kakadu. Na most, egészen idáig semmi bajod nem volt ezzel az ingel, igaz? A Fifth Avenue jó volt, de nem a Tisza utcában. Tényleg? És akkor miért nem vagyunk még mindig a Fifth Avenue-n, ha? Én kértem, hogy hozzatok ide. Ez az otthonunk, fiam. Tiéd. Nagyon sajnálom, Milton nyelvtárs. Nem tehetek róla. Eltértek a műsorrendtől, és az ifjúság rosszul reagált. Totálisan megvadultak. Ezeknek már nem kell a pulbit. Csak ez a tamtam. Ide vezet ez a nagy szabadság. Voltál már szüreten, Bigali elvtárs? Szüreten? Amikor a szőlőt így... Pontosan. Na mit nem szabad csinálni a mustos palackokkal? Lezárni. Na de miért? Miért? Mert megindul az erjedési folyamat, és akkor bum. Világos a képes beszédem, Bigali elvtárs? Világos. Teljesen világos. Az ifjúságban megindult egy erjedési folyamat, ami nem feltétlenül baj. Nyitni, hagyni, teret adni. Persze szigorúan ellenőrzött keretek között. Nos, ez az új direktíva, Bigali elvtárs. Szervezünk egy tehetségkutató versenyt. A fiatalok kulturált mederben kiélhetik az életkori sajátosságaikat. Rád bízom, hogy megszervezd a kerületi selejtezőt. Köszönöm. Megtisztelsz. Nem ment simán. De én kiálltam melletted. Ne hagyj cserben. Árpád. Köszönöm szépen. Sándor. Lázas készülődés hangjai verik fel a vidéki és városi kultúrházak önképzőkörök alkotói csendjét. Ugyanis a mai nappal meghirdették a Ki mit tud kerületi selejtezőjét. Kívánatos, hogy tanulóink fokozott művészeti aktivitást tanúsítsanak, s minél nagyobb számban vegyenek részt a seregszemlén. Lehet nevezni vers és prózamondó zenekari. Na kicsim, el tudod olvasni? Ki mit tud? Na, ügyes vagy, ez az.
Simán. Lesz még? Amerikai lemezek érdekelnek? Simán. Rendben. Jó a Verda. Egyszer majd hagyhatom? Ja. Még az is lehet. Csak vigyázz vele, mert bejáratos. Broken heart, yeah. It's you. No. It's broken heart, man. Keresel valakit? Na, figyelj! Tripolis dobol, a Csipu meg... Csipu meg a nyírő penget. És persze, te meg én. Figyelj! Tudok egy csomó Jerry Lee Lewis számot. Angolul énekelnék. Mármint igazi angolul, érted? De azért az meredek lenne, nem? És persze kitalálnánk hozzá ruhát, sérót, imidzset. Mit? Profi banda lennénk, ahogy kint csinálják. Lufik, füst, színes fények, vokálos csajok, minden, ami kell. Ki mit tudra készíts lenne a show? Show. Kint ezt így hívják. Szállj le a bandámról, kismajom. Újra itt a nyár, int a napsugár. A kempingelve már, tártarokkal csak is minket. Teljes generálra hoztam. Nagy erőcsi, menjünk hajulni. Csap. Nyom meg. Kösz, srác. Szia, Miki. Szevasz. Megismersz? Persze. Hazajöttél? Nagyon úgy tűnik. Ki volt ez? Senki. Csaj.
Ezek szerint ma nem megyünk moziba. Dehogy nem. 8-kor. 8-kor megbeszélve. Mi ez a felfordulás? Az micsoda ott? Buddy Holly. Az milyen név, hogy Buddy? Ez Buddy Holly. Amerikai. Amerikai. Jellemző. Amerikai. És még ezeknek van atomjuk, mi? Normális ez a világ? Buddyéknak atomjuk. Honnan van ez? Hol szereztem? Csempészárut osztogatom? Ez nem csempészár. Nem. Ha még egyszer meglátlak itt benneteket, rojtosra rugom a valagatokat. Világos a képes beszédem? Világos. Nem hallom! Világos. Na, takarodsz már, itt se vagy. Idén nektek vége a strand szezonnak. Az amcsi marad. Nem vagy te rossz gyerek, tudom én azt. Csak ezt nem nagyon akarják elhinni. Azt mondják, mit helyezed itt az ifjúság öntudatát? Mit csinálok? Behozod ide ezt a fertőzést, ezt a vírust. Ez csak egy lemez? Ez? Nem, fiam. Ez 6 év letöltendő fegyházbüntetés, államellenes izgatás. Mi ez hülyeség? Hogy mondod? Mondom, ez hülyeség. Ja, akkor jól hallottam, mert azt hittem, hogy nem jól hallok. Apád is hozott ilyeneket? Újságot, könyvet, izgató irodalmat? Apámat hagyja ki ebből, jó? Jó, kihagyhatjuk. Aki mit tud róla, hallottál? Van itt nekem kiszes vonalon néhány patron álltam, köztük egy-két jótorkú kislány, mint a Gretchen, meg a Hella, meg lehet, hogy még ketten jönnek majd az NDK-ból. Csinálod kéne velük, meg a fiammal valami kolosszálisan. Menni fog? Akkor jó. Apudat bízd csak rám. Majd mi a hón alá nyúlunk. Akkor kedden. Buddy huligán. Bacon elfogyott? Szalonna, fiam! Szalonna! Szalonna? Jó van, akkor szalonna. Apád ma volt bent a minisztériumban. Nem veszik vissza. Kollár már nem dolgozik ott, áthelyezték. Vagy ki tudja. Csupa új arc. Azt ígérték, hogy szólnak, ha lesz valami. Addig is abból kell megélnünk, amit én a fodrászatban keresek. És ez egy férfinak nagyon nehéz. Nem zavarok? Készítés példásrendben szervezetten halad, a tanulói aktivitás minden előzetes várakozást felülmúló. Helyes. Proszit. Proszit. Figyelj! Proszit. Valami ilyesmi. Az első utcabára készültem, míg élek nem felejtenem. A nyakkendőmön volt egy bomba nő, s a zöld gyakómat vettem fel.
Figaro-nál ültem, a székben hátrad ültem, a zene szólt a boltban, és csak rád gondoltam. Most gyere rá! Ciao, Marina! Jó lesz veled lenni újra. Ciao, Marina! Táncolunk majd összebújva, kigyúlva. Tessék, parancsol! Üdv az élcsapatban! Legyen már eszed! Csapkodsz, mint halasz a csorban! Micsoda? Mi bajod van? Nálam van a jó tempó, te aludtál bele! Entschuldigung! Ist Miki zufällig hier? Gyere, Csipu, gyere, te jó vagy oroszból! Nézd, hogy jó vagyok, az ime nem buktam meg. Wir suchen einen gewissen Miki. Hello. Tripolis. Gretchen. Как тебя зовут? Na, mondta te barom, úgy hívják, hogy Gretchen. Csipu. Gretchen. Lotti. Tripolis. Csipu. Lorti. Sura. Gretchen. Csipu. Ich bin Malenki Nyírő. Oh. Hát már itt is voltak. Gretchen. Wiedersehen. Ja. Fia. Ja. Tschüss. Kusz. Na, lehet menni pakolni. Gyerünk, gyerünk, egy-kettő. Mit csinálsz te itt? Hát én NDK-s kulturális ajándékos arat. Mi ez a busmus? Hogy? Na, takarodsz. Na, itt vagy. Hát akkor kislányok, losz-losz, já? Igazi elvtárs. Igen? Nem lehetne, hogy a csipójék is beszállják? Benyúlsz a szádba. Kiveszed, ami ott van. És folytatod. Igen? Szóval, hogy a csipójék is beszálljanak. Lányoknak is jobb lenne, nem? Kipróbálni egy egész zenekarral. Dehogy nem. Kolosszális. Na, akkor lehet visszapakolni. Bocsánat, de most nekünk... Most Pisti, erre most nincs idő. Ezért még számolunk. Jó, nyugi már. Jól lesz itt. Mi van? Jól sikerült a hajad. Hová, hová, gyermekem? Addig voltunk kiírva, nem? Nyomás vissza a színpadra? Majd hozok orvosi igazolást, jó? Bigali. Jó. Na tessék, el lehet fáradni. Ha valakinek derogálunk, én meg a kislányok. Meg én. Na, tessék, megvárjuk. Jó. Mit fogunk hallani? Egy amerikai... Micsoda? Latin. Latin-amerikai... Hogy? Kubai. Ah. Egy kubai nótát. Remek. Miről szól? A cukornád ültetvényen dolgozó munkások összesugnak a munkafelügyelő háta mögött, megbeszélvén az aznapesti illegális kommunista összejövetel pontos helyét és időpontját. Remek. Tessék következni. Eins, zwei... 1, 2, 3, 4 Mr. Rock and Roll. Nice.
vagyok. Remélem jó kezekben vannak. Hogyne. Bigali elvtárs foglalkozik velük. Bigali elvtárs? Bigali elvtárs. Ez egy ilyen kis, kubai ilyen mediterrán muzsika, amit egy picit, hogy mondjam, szóval egy ilyen cukornád ültetvényen játszódó kubai, de kis dalocsó. Ja. Kubán is revolúciónen esztráde. Próbált is. Hát most itt tartunk ezzel a dologgal. Nagyjából. Ja. Stimmt. Rágó? Milyen rágó? Nincs rágó. Nincs. Próbálj meg normálisan viselkedni, jó? Jó. Ne úgy, ahogy szoktál. Miltényi Sanyi az egyetlen befolyásos barátom, aki még szóba áll velem. Azt ígért, hogy próbál valami normális munkát találni. Felfogtad, hogy mit kérek? Felfogta. Persze, hogy felfogta. Tékozló öreg fiú. Na, gyertek bejjebb. Erre, parancsra jöttem. Ha, szervusztok, hát te! A kisebb. Szervusz, hát! Szervusz, hát! Szervusz, hát! Köszönöm, drága. Egy kicsit dózsos lettél. Vera! Meg lehet enni is! Nézd, ki van itt! Na hát, milyen nagy lány lettél, kész nő! Csókolom! Szervusz, drágám! Szevasz! Szia! Na mi van? Régen olyan jóban voltatok. Aztán, milyen az a tejjel mézzel folyókánál? Nem nekünk való. Ott nem csinálnak ilyen finom pörköltöt. Mi? Odakint gulásnak hívják. Gulás? A gulyás az gulyás. A pörkölt meg pörkölt. Nem igaz? A nokedlit a Vera főzte. Anya, na, Isten ilyen főző. Kincs ez a lány. Mázlista lesz, aki feleségül veszi. Hallod ezt, Mikikém? Mikinek most nincs ideje rá. Belevetette magát a mozgalmi életbe. Saját szememmel láttam. Mi? Ezt nem is tudtam. Úgy bizony, büszke lehetsz rá. Négy NDK-s kolléginát készít föl, aki mit tud. Ennek igazán örülök.
Vera is indul, aki mit tudom. Ez még nem biztos. De úgyis nem. Na, beszéljünk komolyabb dolgokról. Mit iszunk? Vera? Miért nem válaszoltál a leveleimre, Miki? Mit írtál nekem levelet? Tényleg írtál nekem levelet? Jaj, ne, ezt most ne csináld. Hát ez nagyon gyenge. Te is nagyon jól tudod, hogy írtam. Megbeszéltük, nem? Hetente egy levél. Az összes zsebpénzem bélyegre ment. Sajnálom. Komolyan. Ami meg a bélyeget illeti, azt nagyon szívesen... Kit érdekel az a hülye bélyeg? Lekoptattál, ennyi. Nem nagy ügy. Vera, azt gondoltam, hogy soha többet nem fogunk találkozni. Semmi értelme nem lett volna a múltól rágódni, nem igaz? És én vagyok az a múlt, amin rágódni kell. De hogy is. Figyelj, Miki. Én nem haragszom rád. Volt köztünk valami gyerekszerelem. Azt hittük, hogy ez több, hogy más, hogy ez az igazi. De hát tévedtünk. Ennyi. Majd találsz valaki mást. Pedig egész jó képű srác lettél. Hát ilyen az én formám. Mit szeretnél? Mit iszek neked? Ne haragudj. De nem könnyítem meg a dolgod. Ennyi jár nekem. Kacincsuk! Te is kérsz? Nem. Csinálok ice-t. Van mire? Lesz munkám. Látod? Mondtam! Sanyi, segíteni fog. Egészségedre. Sanyira! Jégtartó nincs? Nincs. Te, utasd csak. Ez még megvan. Könnyelmű vagy. Ugyan már, régi haverok. Kétes elemek. A te pozíciódban ez nem játék. Hol van a nyakláncod? Mi? A nyakláncod. Ja, nem vettem fel. Nem megy ehhez a klipszhez. Egészségünk. Ebből el leszünk legalább egy hétig. Gyere ide! Mostantól az van, amit én mondok. Igényes tánczene, pozitív üzenet, kultúrát mederben. Ezt felveszed. Tartj! Remélem, ezt ismered. Világos a képes beszédem. Váci Mihály, még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég felrobogni,
Na, szevasz! De figyelj már egy kicsit. Neked vannak eredeti Jerry Lee Lewis lemezeid? A? Supraphon, mi? Sound Records. Sound Records. Oh, you ain't gonna make a kind of pick like me. A bong, a bong, a bong, megvan mi. Frankie Lane Jezebel. Na, na. Creamfields. Vicces, olyat kérdez, ami nincs. Figyelj. Ezek nekem nagyon kellenek. Gyere csak ide. Mennyire adod, öcsi? Nem eladok. Mondj egy számot pofátlanul. Kople. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Őrünk, nagyon szépen, gratulálok. Most pedig következzék a nagyszerű Figaro együttes. Mit fogunk most hallani? Egy dalt. Remek. És miről szól a dal? A berlini fal avatásáról. Bravo. Monika, adjon már még egyet szemmel a kis minőségiből. Jó megy a bót? Hát, megyeget. Az a lényeg. Kösz. Majd jövök. Adjon már még egyet ebből a kis tutiból. Bravo, Mazsola. A fotelod biztos büszke rád. Jelentem, eddig 17 nőről tudunk, akit ez intimus testi kapcsolat ürügyén megfosztott az értéktárgyaitól. Intimus? Mi az, hogy intimus? Smárolás közben lemarta a gácsikról a fuxokat. Csak viccelődnek, Bóha, nem látod? Na mi van? Miért nem rögsz velünk egy kicsit? Adjál neki! Ez az. Na, még egy. Gyere!
Gyújtasz? Tudjátok, hogy mit akarok? Fogalmatok sincs. Csak zenélni akarok! Meg szerelmestek lenni! Ennyi! A Rönnének van igaza. El kell őket! Taposztni! Vigyázz, te is úgy végzed! Tudjátok ti egyáltalán, hogy mi az a rock and roll? A rock and roll az egy zene. Ennyi! Fel kell nőni! Ha? Soha. Majd én ukrólad egy ilyen szomorú emlékbe. Jaj, hogy milyen jó zenész lehettél volna. Figyeljetek, ha bármi baja lesz, apám megöl. Igen, meg minket. Minket! És én lekapcsolok, akkor mit mondunk mi, hogy észre, hogy honnan van ez? Találtuk! Nagyon vicces, hogy ennek mindjárt bepisálok. Én is. Ne csináljál. Állj! Vodka! Hey, vissza meg! Ne, várjál, itt van az akóm alatt. Oké? Okay. Ez az. Jaj. Messze van-e? Itt van a sarkon! Figyelgetem, s a meg.
utca, szemem boldogan rajta. Legeltetem. Az enyém a sérvem miatt akadozik. Mi megpróbáltuk. Kösz. Szerinted apád észreveszi? Mennyit kaptál érte? Nem adtam el. Akkor? Elvesztettem. Elvesztettél egy zongorát. Értem. És hogy vesztetted el? Kiesett a zsebedből? Édes. És egyáltalán hogy nézel ki? Hol jártál? Mire kellett a pénz? Nőre? Alkoholra? Aj, nem már, most tényleg rád leheljek, apa, vagy mi? Sose iszik. És mit fogsz még eladogatni? Gondolom most jön a családi esszáig, a fali óra. Fali óra. Bűnöző lett a fiamból. Börtönben fog megrohadni. Csak szerenádozott. Mit csinál? Szerenádot adott a lánynak, akit szeret. Inkább büszke lehetnél rá. Büszke? Megőrültél? Mire legyek büszke? Hogy ellopta a páncéltőkés családi zongorát, végig vonszolta a macskakövön, aztán belerúgta a Dunába, mint egy ócska bicikli. Te is szerenádoztál nekem. Én kizárt. Zalakaroson. 47 nyarán. Kihozattad a szállod a zenekarát az ablakom alá. A medence partját körbe rakadtad gyertyákkal. És a medence közepén, egy világos kék gumimatracon egyensúlyozva, énekelted nekem az ó szólemmiót. Én? Igen, te. El kellett adnod a zsebórádat, meg az egyik pár cipődet, hogy ki tud fizetni. Ez se volt valami észszerű dolog. De gyönyörű volt. Gyönyörű.
10 éve kellett volna megfojtanom, már rég leültem volna. Most szabadulnék, most, mikor a gyerek bemegy. Nem urogj már. Mikor látta utoljára a körözött Csibi Károlyt? Kisudát. Tudod, bűgőzöm. Van pofád azt állítani, hogy nem ismered a Rönét? Rönét? Azt ismerem. Oh! Hol bujkál? Halljam. Süket vagy! Kibújtatja. Kínált nektek ékszereket eladásra? Nem. Nem. Sajnos nem. Igazgató eltárs, köszönöm szépen. Kérem. Ó, a taneszköz. Széttakarodik. Twist, twist, twist! Ide néz, itt a remek! Amikor Csipu leverte a révészt a Winkler Mari. Helyes, enyém a Winkler Zsófi. Szukics Magda. És te, Miki, melyik cselekkel? Vagyod, már teljesen készen van. Miltényi Vera! Hát, úgy se engedik el. Tedd már le, anyámé! Na gyerünk, srácok, dobjuk be magunkat. Erről van szó. Tudtad, hogy szereti a szex közben kínozzák?
Na ne! Csak tudom, nem? Csak tudja. És mi, hogy most, az mit jelent, hogy húzni kell a haját, vagy mi? Nem! De ott van a spécben apátok a szent számos ládája. Azt a Mari! Hallod, kisiri, hallod, gyere, keményen, keményen! Hopp, hopp! Na, amerikás gyerek! A rajongó táborod is van? Ha igazán nagy ember lettél. Szevasz! Szevasz! Na, mivel villogtasz? Rick Nelson! René! Kapd el, kicsi! Hopp! Kicsi, csak lazán, csuklóba, tudod. Adjátok már vissza neki! Tribolis! Na, hogy már egy csajugráltasson! Ha eltörik, kifizeted. Jóan, baba. Összejöttél a nyálfejőre. Közöd? Paraszt. Mi? Már téged is lenyúlt az amerikás gyerek. És mit kaptok, hogy fényesen nyaljátok a seggét? Hm? Sura! Rágó gumit! Egy csomag rágóért? Lefekszetek ennek a spiclinek? Miki, nem spion. Nem spion.
Akkor szerinted azon csak miért zavarták őket haza? Miért ne? Öregem. Tripó, hát nem leszek ura, milyen? Haza zavarták őket, mert kémkedtek a komcsiknak. Potyognak már tantuszok? Hülye vagy. Ennyi már innen! Menj alja a bigali seggét! Hát inkább zenél az NDK-s lotyókkal, mint velünk! Szerintetek hogy van az, hogy csak úgy simán visszajöhette? Ez mondjuk igaz. Visszakaptátok a lakásotokat. Visszakaptátok az állásotokat is. Ez nem igaz. De amelyek az durva lenne egyből vissza a belügybe. Nem a belügybe, hanem az ipari minisztérium. Ipari kémkedés, neked tök mindegy. De mondjuk az apukájáról tényleg nem tudhatjuk. Nyírő, bazd meg, jó? Tudom, hogy te nyomtál föl, kismajó. Tudom. Szevasz, Vera! Szia! Sziasztok! És mi vannak ezek mind? Ő meg az apja. Na, mi van? Mind a fel. Tart még a bulit! Vera! Ne haragudj, nem akartam, sajnálom. Szemeim előtt tűzkarikál, a szívem lángol és forró vérem. Tagadni nem tudom és nem is akarom, hogy beléd estem egy őrült éjjel. Te vagy, aki érdekel, te vagy, aki jó nekem. Rágót kérsz? Vigyázz vele, bejáratos. Hogy állsz, öcsi? Segítsen! Nem kösz! Boldogulok! Yeah.
Köszönöm. Ne figyelj! Ha még egyszer meglátlak a lányom körül, kikerélek! Kinél nyomtad el a fogszokat? Tedd hátra a kezed. Tedd hátra a kezed. Akad a lemez. Hol vannak a nyakláncok? Nekem van idő. Engem meg se kínál, főnököm. Kínáljátok meg. És tényleg minden jó ez az egész? Nyugi, öcsi. Te mindjárt hazamehetsz. Jogi öcsi, te úgyis hazamehetsz. Apád biztos ki lesz, hogy így leápoltak az elvtársai, mi? Amikor kitört a kubai rakétaválság, a CIA-sok átvilágítottak újra minden emigránst. Apámról kiderült, hogy pártag volt. 48 órát kaptunk, hogy eltakarodjunk az országból. Fél évet dekkoltunk Manchesterbe. Fél évbe telt, amíg lelevelezte, hogyha hazajövünk, akkor nem fogják sitre vágni. Tudod, hogy mi volt, mielőtt kimentünk? Ha? Tudod? Mérnök volt. És most tudod mi? Kalauz. 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 Jó. Én csak normálisan akartam élni. Kitörni erről a lepra telepről. Hogy legyen egy lakásom, meg egy kocsim. Nézzem Marinát. Első osztályú nő, mi? Én sem. Most vigyem az az apámhoz. Az alkesz apámhoz egy szuterénbe. Ami ezek a vamzerek diktálják az erkölcsöt. Én akarok lenni a legnagyobb gangster. Vedd át a zenekart. De saját számokkal. Neked megy ez a vaker. Tényleg megy. Chevrolettel végiggördülünk a pálmafás Váci úton, meg ilyenek. Igazad van. Ez kell ide. Kamuszd ide nekik Amerikát. Mintha normálisan élnénk.
Nem volt könnyű, de elintéztem. Köszönjük. Ugyan már, ez természetes. Hiszen nyakunkon a döntő. Igaz, Miki? Na. Este 6-kor. Ünneplőben. Eltűnt. Tőlem nem loptál. Tőlem miért nem loptál? Csak a Káder Bulláktól lopok. Nézd rám. Nézd a szemembe, Karcsi. Minek jöttél ide? Minek? Szerinted? Zárjuk le, baba. Keresd magadnak egy másik pasit. Nagy buter leszel, mire kiengednek. Nincs is bizonyítékok. Előbb-utóbb meg fogják találni a szajrét. Hol van? Jobb, ha ebben nem keveredsz bele. Hol van? Probléma. Karcsi bácsi, akkor majd holnap jövök a Verdáért. Gyula vagyok. Á, Bambina. Csak eljöttél. Szevasz, Brenner. Virítsa. Bob.
Szia, baba. Nagyon jól nézel ki. De ugye azért maradt valami. Aha. De soha többé rock and roll. Szevasztok! Na, gyerek, rászállodj már ki, fiam! Szervusz! Na, kap! Ja. Van egy jó hírem, eddig nem akartam mondani, nehogy elbízzátok magatokat, de úgy néz ki, hogy benne vagyok a zsűriben. Apa! Nyugi! De ugyanolyan keményen kell dolgoznatok, jó? Mit eddig főleg neked? Földobok egy pofont, azt alárántalak. Na, jól van. Kusz. Und, ja, und, schön, und alles, oké? Oké, ja. Gehen, oké? Miki. Szevasz, kiengedtek? Igen. Rönét is? Nem, őt nem. Gyere már, Miki. Na, szevasztok. Na, menj. Jaj! Bocsánat! Tessék! Gyerekek, mi jut erről eszetekbe? Útba esik, jövet, menek, a takarék szövetkezik. Kedves nézőink, most pedig helyszíni közvetítésünk következik. Köszöntöm Önöket a Magyar Televízió tehetségkutató versenyének döntőjében. Véget ér hát a hosszú és izgalmakban bővelkedő sorozat, melynek során hazánk alkotó ifjúsága országvilág előtt megmutathatta, ki mit tud. Kezdődjék tehát a vidám zenés spartakiád! Népzene kategóriában elsőként a Péceli törekvés citera szakkör nyújt át egy csokorra valót. Milyen napod volt? Fergeteges. A versmondók versenyét a budapesti Miltényi Vera nyitja meg. Váci Mihály, még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. Nem elég álmodozni. Egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni. De felismerni kell. Nem elég útra kelni. Az úton menni kell. Egyedül is elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, mást is hívni kell. S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mint ér a hűvös ész. Több kell az érzelem. De nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresni, hogy miért éj, szeress, szenvedj, remélj. Nem elég sejteni.
Köszönjük az igényes szavalatot. Miénk már a fürdőszoba? Még 5 perc, szívem. Most pedig a tánczene kategóriában következzék egy igazi internacionális csemege, a magyar és kelet-német tehetségeket felvonultató vegyes felvágott, a 13. kerületből érkeztek. Ők a Figaro! Doch was man mal verloren hat, bekommt man nie zurück. Fantasztikus, köszönjük szépen! Azt hiszem, nem lesz könnyű dolga a zsűrinek. Kérjük a pontszámokat. 7-es, 6-os, 8-as, 5-ös. Bigali Árpád tábláját nem látom. 10-es, köszönjük szépen! A győztesek 7 széke közül már csak egyetlen üres, mégpedig a tánczene kategóriában. Jöjjön hát az utolsó fellépő. Ő... Nem fölődünk veled, nem szólhatva veled. Csavar fel a szőnyeget.
Köszönjük szépen! És kiket hallottuk? Ez nem a maga fia? De. A Hungária együttest. A Hungária együttest. Akkor lássuk a zsűri pontszámait. 10 pont. 10 pont. 10 pont. Még egy 10-es. 10 pont. Fantasztikus, lássuk az utolsó pontszámot. Ha 5 pont vagy annál több, akkor... 0. Mi? Mi ez? Tíz pont! Ezzel a tánczene kategória győztese a Hungária együttes! Mederbe. Ez a mi rock'n'rollunk. Gratulálok, fiam. Nagyon szépen köszönöm. Remek volt a szav alatt. Akkor ígyunk valamit. Csókolom. Jó estét. Anya! A villany.
nekem megvoltam.